A két veretlen csapat találkozóján a hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet 5 ponttal nyerték a cápák. A második 10 perc már szorosabb volt, de Mohácsi Dudaszóra esett kosarának köszönhetően 6 pontos előnnyel vonulhattak a nagyszünetre a nyíregyháziak. Fordulás után nőni kezdett a két csapat közötti különbség, az utolsó negyednek 20 pontos nyíregyházi előnnyel vágtak neki a csapatok. 3 perccel a meccs vége előtt 28 ponttal ment a házigazda, aztán már csak vendégkosarakat láthattak a nézők, így végül 12 pontos győzelmet aratott Siska János együttese. Gratulok a saját csapatomnak, mert maximálisan betartották azt a taktikát, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt. Ugye úgy kezdtük a mérkőzést egy kicsit magasabb szerkezettel és zóna védekezéssel, úgy gondolom ezzel kicsit megfogtuk a Tarján játékát, ez is volt a cél, és utána átálltunk emberfogásra. A támadó játékunk az mindig akadozik, mi mindig nem olyan, amilyen szeretnék, de én úgy gondolom, hogy egyre jobb lesz, hiszen most már visszatérnek a sérült, illetve akik a kényszerpihenőn lévő játékosaink. A vendégek edzője szerint keveset tudtak megvalósítani abból, amit a mérkőzés előtt elterveztek. Támadásba óriási hibákat védettünk, míg a védekezés azt mondom, hogy valamilyen szinten rendben volt, mert úgy gondolom egy ilyen erős csapattól hazai pályán 74 pontot kapni, az szerintem elég jó. Viszont támadásba pálya középső részén, amit kértem, azt viszonylag megoldották a srácok, ott sebességgel át tudtok hozni a labdát, viszont a ellenfél gyűrű alatt már nagyon körülményesen és lassan próbáltuk a játékainkat lejátszani, sokszor már utolsó másodperces dobások jutottunk csak el. A hazaiak csapatkapitánya Busz Iván 11 ponttal járult hozzá a cápák sikeréhez. Nagyon jól kezdtünk, minden dobásunk beesett, de várható volt, hogy lesz hullámvölgy a játékunkban. Sok zicsert, illetve második esélyt engedtünk vendégcsapatnak, amivel éltek is, de hál' Istennek sok zicsert is hibáztak az első félidőbe. A második félidőben magasabb szintre kapcsoltunk védekezésbe, sokkal agresszívabbak lettünk, és eddig szerintem ez a negyedik meccs alatt, most kaptuk szerintem a legtöbb pontot 62-vel, úgyhogy az utolsó 3 percben szállingóztak a kosarak. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Nagykőrös 58-56, MAFC Nemzeti Kosárlabda Akadémia 68-72, Veszprém PVSK 85-74, Baja MEAFC Miskolc 101-88 és TF Budapest BKG Prémiese 73-97. A piros csoport tabellájának élén a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks áll, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. A kék cápák szerdán 17 órai kezdettel HEP Kupa mérkőzésen a MEAFC Miskolc csapatát fogadják.